Ezzel a módszerrel semmisítik meg a lefoglalt cigarettát, a törmelékből komposzt készül, amit majd bioföldként értékesítenek. Ebben az évben eddig 1402 esetben találtak illegális dohányterméket, csak az észak-alföldi régióban, közölték a NAV munkatársai. Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében összesen 1.300.000 doboz cigarettát és 1900 kg dohányterméket foglaltak le, többségét Szabolcs megyében. Rendszeresek a megsemmisítések, hiszen a raktárkapacitásunk az kevés, így minden negyedévben van dohány megsemmisítés, vagy az itt látható kalapácsos összetörős módszerrel, vagy Budapesten például ott égetési technikával semmisítik meg, és az így keletkező hőt a távhőszolgáltató kapja meg. A különböző dohánytermékeket különböző módokon próbálják behozni a csempészek Magyarországra. Ezeket a cigarettákat például biciklivázakban rejtették el, de autók alvázaiban vagy külön kialakított részeiben is találnak illegális dohányárut a szakemberek. Sok esetben postai csomagokban próbálják átjuttatni a határon, ezeket azonban a szolgálati kutyák a legtöbb esetben kiszagolják. Ezeknek a cigarettáknak a minősége is megkérdőjelezhető, ugyanis ismeretlen körülmények között általában Fehér Oroszországban gyártják. Egy angol kutatás kimutatta, hogy sokszor növényi származékok, madárürülék, de akár vasreszelék is kerül a vágott dohányba. Ezekben a csomagokban például tölgyfalevelet találtak a NAV munkatársai. A behozatalnál, ami jellemző a zöld határon nagyobb mennyiségben, az éleplő alatt szervezett csoportok hozzák át a cigarettát a határon, illetve a határátkelően kisebb mennyiségben fordul még elő, ott néhány dobozzal tudnak csak behozni, illetve most volt olyan felderítésünk pont Záhonynál, amikor egy hűtőkamionnak a tetejében volt nagy mennyiségű cigaretta, ezt a kamion röntgenünk kiszúrta, illetve pár héttel ezelőtt a vasúti röntgen is talált a vasérc alatt szintén cigarettát, tehát minden módon próbálkoznak. Nem csak a határnál, háztáji épületekben és állattartó épületekben is foglaltak már le illegális termékeket. Idén október végéig országszerte 40 millió szál cigarettát foglaltak le, tavaly ez a szám egész évben 70 millió fölött volt.